Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális, én Fekete Rita vagyok, és Novák Attila, az NKÖ 5-ös József Kutatóközpont Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Izraellel kapcsolatban szeretném kérdezni, és egészen pontosan Rafa ostroma lenne a téma. Kérdésem először is az, hogy mit lehet tudni erről a helyzetről. Én, amiket hallottam híreket, ott bombázásokról volt szó, tehát légitámadásokról, és a hét elején még olyan híreket hallottam, hogy szárazföldi csapatokkal még nem tudták megközelíteni a várost. Azóta ez változott? Ön mit tud erről? Hát igazából ez az egész gázai övezet, ez egy nagyon kis terület, tehát a Budapestnek mondjuk a kétharmada, bő kétharmadáról van szó, tehát nem nehéz megközelíteni egy ilyen területet. Ugye két probléma van, egyrészt ez egy intakt terület, tehát az izraeli hadsereg igazából még nem nagyon ment be, bár ilyen kisebb akciók voltak, hiszen most volt egy túszmentés pár nappal ezelőtt, akkor két túszpont Rafahból sikerült kihozni, de ugyan invázió nem történt. A probléma az, hogy itt egy Észak-Gázából elmenekült civil lakosság jó része is itt tartózkodik. Tehát most már olyan 1,3-1,4 milliós lakosságú lett ez tulajdonképpen az egyiptomi határ mellett lévő terület. Tehát, hogy itt egy nagy mértékű civil lakosság van, emiatt a nyugati hatalmak aggódnak, hogy mi lesz velük, hogyha egy ilyen támadás beindul, úgyhogy most folyik az útkeresés, hogy a Biden kormányzat, a személyesen Biden is felszólított a Netanyahu miniszterelnököt, hogy a civil lakosság védelmét valahogy oldja meg, tehát hogy választok külön a katonai és a nem katonai célpontokat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog egy olyan helyzetben, amikor a terroristák ugye mélyen beásták magukat a civil infrastruktúrákban, tehát ezek folynak még, de magában, de afrokban egyébként nem, ilyen arcok nem folytak még igazából. És nagyon sok, ahogy említette is, hogy egy ilyen útkeresés folyik, én úgy tudom, hogy Izrael egyébként úgy gondolja, hogy Rafah megtisztítása nélkül igazából nem fog tudni leszámolni a Hamasszal, tehát azt mondhatjuk, hogy egy elkötelezett terv van arra vonatkozóan, hogy ott is el kell kezdeni ezeket a hadműveleteket, amelyeket akár Észak-Gázában, csak nyilván nehezíti a helyzetet az valóban, hogy rengetegen vannak ebben a városban, úgymond civilek, és láttam is, hogy a nemzetközi szervezetek, akár az ENSZ, akár más ilyen szervezetek nagyon komolyan fellépnek azzal kapcsolatban szóban, hogy valamilyen módon ellehetetlenítsék, úgymond ezeket a hadműveleteket, tehát hogy béke legyen is, és ne lehessen ezeket végrehajtani. Mit lát, hogy van erre reális megoldás? Tehát meg fogják tudni ezt oldani Izraelben, hogy elérjék a katonai célokat úgy, hogy minél kevesebb civil essen áldozatul, és az izraeli közvélemény hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez? Hát az izraeli közvélemény az nem háború párti, hanem mondjuk a hadműveletek mellett van. Egy kicsit fékezi ezt a túszoknak a sorsa, akik ugye mindig több mint százan vannak valószínűleg különféle kazamatákban ott az alagútrendszerben, tehát hogyha az ő sorsuk azért ez befolyásolja, azt is lehet tudni, hogy őket szétszorták, tehát nem együtt vannak, hanem szétszorták a különféle alagutakban. Tehát egy intenzív izraeli bombázás az akár az ő életükbe is kerülhet, tehát egy nagyon kényes helyzetben van, de az izraeli hadsereg az egy nagyon precíziós hadsereg, tehát itt azért nem a második világháborús képeket képzeljünk el föltétlenül, hanem valószínűleg ilyen kisebb, nagyobb alakulatok fogják járni a várost, és hát megfelelő nyomok alapján keresik a részben a terroristákat, tehát a terrorista központokat, felfegyverzett alakulatokat, illetve a túszokat. Ugye ez egy gerilla háború, tehát hogy nem fognak szembe jönni, hanem lesből támadnak, ugye nagyon sok izraeli katona halt meg, mert aláaknáztak házakat, területeket, csapdába csalták őket, tehát egy nagyon nehéz terület. Így ezzel a több mint egy milliós, ugye északról menekült civil lakosságban, ez tényleg probléma. Tehát, hogy itt ugye Egyiptom nem, azt kijelentett, hogy nem engedi át őket, tehát ott és most folynak olyan, afelé megy az egész történet, hogy Izrael a civil lakosság számára ilyen sátortáborokat, vagy ilyen átmeneti településeket hoz létre.
Tehát, hogy ez egy tényleg létező probléma, ez nem csak a Hamas találta ki, viszont kétségkívül, hogy ilyen nagy tömegben meg nagyon nehéz hadműveleteket folytatni, és hát nincs bárhova menni, mert ugye a határ le van zárva délen, és akkor ugye a Hájúnesztel folynak a Gáza város, a Hájúnesz már a üzei vadseregben van. Tehát, hogy ez kétségkívül egy óriási probléma, amit próbálnak megoldani, mondom, hogy a precíziós alakulatoknak a bevonásával. Mit gondol, hogy fokozódhat annyira a nemzetközi nyomás, említette Biden elnököt is, illetve ugye mondtam, hogy az ENSZ-ben is felhívásokat tettek közzé, hogy Izrael mégis azt mondja, hogy nem fogja tudni ezt a hadműveletet úgy megcsinálni, hogy precíziós legyen, hogy teljesen meg tudja kímélni úgymond a civileknek az életét, és inkább hátralép kettőt ettől? Tehát lát erre esélyt? Én nem hiszem, tehát hogy azért az izraeli politika az nem csak a nemzetközi erők alakítják, hanem a belpolitikai meggondolások is, és egy erős eltökéltség van arra, hogy a Hamas eltüntessék, amit szerintem egyébként nem lehet igazából eltüntetni, de jelentősen meg lehet gyengíteni. És hát különféle nyomások vannak, itt az Egyesült Államok, az ENSZ szerintem azt annyira nem, szerintem Izrael nem fog meghajolni az ENSZ előtt, de az Egyesült Államok az egy nehezebb jó, mert azért a Biden kormányzat is katonailag támogatja, és tehát ebben politikailag is, most akármilyen jelentéseket tesznek amerikai tisztviselők, de alapvetően támogatják Izrael katonai céljait is, és tulajdonképpen külpolitikai céljait is, amellett, hogy nyilván sokkal szélesebb az egyetemértés köztem, mint mondjuk egy Donald Trump között, és hát erős ilyen humanitárius megfontolások is bejátszanak, illetve választási megfontolások is, de alapvetően szerintem itt az Egyesült Államok az, amit tudja befolyásolni ezt az egész helyzetet, illetve hát azért Egyiptom és Szaúd-Arábia is szintén azért tud befolyásolni, nyomást gyakorolni. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy a katonai célok tekintetében nagy változás lesz, de mit tudom én, azt lehet, hogy mit tudom én, hogy humanitárius folyosót nyitnak, vagy ezt a ideiglenes ilyen, nem is tudom minek nevezzem, mi a civilek számára létrehozott ilyen település hálózatot, ezt felhúzzák, ilyesmi, hogy nem mondhassák azt az amerikaiak, hogy nem történt semmi sem, de ugyanakkor meg a katonai műveletek megfolynak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez be fogja zárni azt az egész katonai műveletet, és hát kérdés az, hogy mi lesz a Rafah után, tehát hogy ugye nincs meg Jaszínvár, mert pont tegnap felraktak egy videót, ami jó októberben készült, hogy eltűnik egy kazmatákban a családjával, bátyjával, feleségével, három gyerekével, hogy a Hamas vezetője nincsenek meg a túszok, ugye túsztárgyalások folynak, Kairóban most ért vissza az izraeli delegáció, ugye ott a dolga végezetlenül, úgyhogy nem egy könnyű meccs ez az egész. A háborúnak ebben a szakaszában egyébként a Hamasnak mi a mozgástere? Ha visszaadna minden túszt, akkor változna a háborúnak a menete? Hát ez egy jó kérdés, hogy ugye ezt ők is azért ezen is törik a fejüket, és állítólag nagy különbség van a Hamasnak a Gázában tartózkodó vezető, illetve a Katarban és egyéb helyeken lévő, mondjuk külföldi, nem tudom, hogy mondjam, emigrációban lévő vezetői között, akik sokkal keményebb ellenállást akarnak, meg az ellenállást folytatni. A gázaiak azért látják, hogy mik a határai ennek. Nem tudom, én azt gondolom, hogy azért nem, ezek a túszokkal itt szabályos ilyen piaci adásvétel folyik. Szerintem nem akarják az összes túszt kiadni a kezükből, mert azt gondolják, hogy akkor nincs semmi a kezükben, vagy nem marad semmi a kezükben. Ha visszaadnák egyébként, az Izraelre egy elég nagy nyomás lenne utána, meg is, hogy ezt a háborút minél előbb fejezze be, de ugyanakkor meg Izraelnek meg más céljai is vannak, tehát a Hamas hatalmának a megtörés, amit nem megtörtént igazából. Tehát, hogy ez legalábbis katonailag biztosan megtörtént, politikailag ez egy még egy más kérdés, meg egy más, hogy az a népesség, amelyik ott van, az ezek után merre felé fogod menni, kiket fog támogatni, de én azt nem hiszem, hogy a túszokat így egyből visszaadnák, hogy azért Izraelnek egy nagyon
Nyilván itt folynak az alkotások, tehát egy nagyon kemény szó volt arról, hogy Izrael fejezze be a hadműveleteket, volt szó, hogy 2 hónapra szüntesse meg a hadjáratot, tehát itt Izraelnek a nagyon komoly árat kéne fizetni azért, hogy az összes túszt visszakapja, így vagy úgy. És miközben bejárják a világ sajtót, a mainstream médiát, azok a képek, hogy milyen szörnyű körülmények között kénytelenek a palesztin civilek túlélni ezeket a heteket, hónapokat. Közben ugye arról is beszéltek, például Izraelt közé tett ilyen videófelvételeket, hogy a Hamász vezetők által használt alagutakban bőséges élelem, fegyverek, készpénzzel teli széfeket fedeztek fel. A Hamász ugye gondolom megszűnt, mint ilyen államalkotó, vagy állami szerepeket ellátó szervezet ebben a helyzetben, hiszen gondolom, hogy nem az utcákat járják ételt osztogatva. Ki az, aki gondoskodni tud ezekről a civilekről? Tehát hogyan néz ki most Gáza ilyen tekintetben? Hát ez ENSZ, tehát van ez az UNR, az a híres UNRWA nevű szervezet, ami gyakorlatilag ilyen palesztin menekült ugye, szervezet, és a első arab-izraeli háború nyomán jött létre, óriási költségvetéssel, stb. Tehát az ő feladatuk, hogy a lakosságot támogassák, és nyilván bejutnak mindenféle arab országokból is összegek, ezeket Izrael vagy beengedi, vagy nem, egyébként inkább beengedi, hogyha humanitárius célokat szolgálja, több ország is támogat kórházakat, és a többi Gázában. Tehát itt az ENSZ látja el, ami egyébként helyes, mert tényleg ilyen halnának. Tehát, hogy ezek a szokásos csatornák megszűntek, és ugye Egyiptom nem engedi át a menekülteket, tehát ott vannak. Egyébként azt nem tudom, az kevésbé ismert a sajtóban, hogy Gáza egy rendkívül fertőzött területté vált. Tehát, hogy ott gombák, mindenféle baktériumok tenyésznek, ugye több izraeli katona is meghalt már ilyen fertőzésekben, tehát hogy ott az Izraelnek is érdeke, hogy ne durvuljanak el a dolgok ilyen szempontból, mert akkor egy ilyen nem is tudom, egy ilyen baktérium fertőzött, még inkább fertőzött övezetté válna a gázai övezet, senkinek nem jó az ott tevékenykedő hadseregnek sem. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Igazából az is problémás szerintem, és ez kicsit az izraeli kormányoknak a problémája, hogy nem nagyon látjuk azt, hogy mit terveznek ezzel a területtel. Ugye beszélnek arról, hogy Izrael létrehoz egy ilyen plusz zónát, mondjuk a Gáza északi részén, tehát kvázi kiterjesztő határon, egy plusz biztonsági zónával. Erről vannak hírek, hogy hol vannak egy milyen határokon belül fog ez elhelyezkedni, de igazából nem tudjuk, hogy mintha az izraeli vezetés se tudná pontosan, hogy mit akar ezzel a területtel. Most azon, hogy a Hamasz meg kell semmisíteni, nem olyan egyszerű azért, mert jelentős ez az a baj, hogy a civil lakosságban, a nem civil lakosság között nincs olyan határvonal, mint ami mondjuk európai országokban lenne. Tehát a problémát hordozzák magukban azok az emberek is, akik nem esetleg nem fegyveresek, vagy nem terroristák, hanem ugye ebben a gyűlöletben szocializálódtak, így nevelkedtek óvodáskorok óta, és nem feltétlenül maguk bűnösök, vagy lehet, hogy nem követtek el terrorcselekményeket, de az utánpótlás az megvan az ilyen Hamasz, hogy a Hamaszhoz hasonló ilyen iszlamista szélsőséges szervezetek között. Tehát én attól félek, hogyha a Hamasz nagyon meggyengítik, akkor jön valami másik társaság, ami szintén rekrutálja a civil lakosságból a maga hadseregét, úgyhogy ez nem egy egyszerű helyzet. Én biztos, hogy a mérsékelt arab országokat, vagy akikkel ezzel megkötött az Ábrahám egyezményt és az amerikai adminisztrációt bevonnám ezekbe a Gáza jövőjével kapcsolatos tárgyalásokba, mert szerintem az izraeli hadsereg önmagában ezt nem tudja kezelni, ezt az egész probléma halmazt, amit felmerült. Említette ezeket a fertőző betegségeket, és a WHO is kiadott egy olyan jelentést, miszerint az ő becsléseik alapján akár többen halhatnak meg ilyen fertőző betegségekben, mint magában a háborúban. Reméljük, hogy nem így lesz, de itt a kolerától a vérhasonát egészen olyan betegségekről is szó van, amit úgymond egy modernebb nyugati világ vagy nyugati társadalom már nem is ismer. És azt is volt. Egyébként, aki megsebesült, és most halt meg egy héten belül ilyen gomba által
okozott valami fertőzéssel, nem tudtak mit csinálni, még a fejlett izraeli orvostudomány sem. Tehát, hogy itt egy probléma van, ugye itt egymás hiába, tehát ott vannak az izraelek is a területen, ez egy, és ugye bevihetik a fertőzést Izraelen belülre, tehát ez megint nem érdekes senkinek, tehát hogy itt ilyen szempontból jó, hogy nemzetközi szervezetek próbálják valahogy, most nem, természetesen nem a terror támogatásra gondolok, ugye ez erre már is kiderült, hogy számítógépes adatközpont van a szállások alatt, meg ugye egy részük az Hamas támogató, tehát nem erről beszélek, hanem vannak tényleg mondjuk a embereken segíteni akaró egészségügyisek, tehát hogy ők próbálják és az egész helyzetet valami kontroll alatt tartani, mert ez mindenkinek érdekel. Bocsánat, itt még pár szót, milyen szerverpark van a bázisok alatt? Mire gondolt itt egész Igen, pontosan? találtak Khan Yunisben a UNRWA-nak a központja alatt egy ilyen Hamas adatbázist, számítógépes központ, szervert nyilván, ami nyilván ilyen biztonsági adatokat tároltak, vagy olyasmit, bár erről sokat nem lehet tudni, csak én amit az izraeli sajtóban olvastam, de hogy itt ugye az van, hogy ezekbe az ENSZ-be, a helyi ENSZ-be beépült a Hamas. És ez igazából úgy is, mert nyilván, hogy különben nem tudtak volna dolgozni, vagy nem engedték őket. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös, nem is tudom, minek nevezem, lehet, hogy ez volt a feltétele, de mondjuk az UNRWA az jelentősen fertőződött a most ez spirituális értelembe értve a Hamasszal, használják a létesítményeit, támadásokra a kórházait, az irodáit, és a többi. Tehát ez is egy nagy probléma, de most ez legalább felszínre került, és esetleg az UNRWA-nak a profiltisztítása is bekövetkezik, vagy a funkciójának az átgondolása, hogy a több nyugati állam mondta, hogy nem fizet be egyébként a költségvetésébe, tehát mint hogyha a nyugati világ is kezdene fölébredni ebből a szempontból, de az is a másik oldalról viszont az nagyon fontos, hogy nemzetközi szervezetek jelen legyenek, akik valahogy a bizonyos dolgokat tudnak segíteni, vagy kontrollálni, vagy a civil lakosságot segíteni, mert az sem lenne jó, hogyha egy éhínség törne ki, vagy olyan szintű fertőző betegségek, ami könnyen átterjedhetnek a környező országokra, és itt azért nincsenek nagy távolságok. Tehát, hogy itt És nagy a népszaporulat, tehát az a embertömeg. népszaporulat, az a Philadelphia út, ami összeköti a Rafahot az egyiptomi határól, tudom, 10-12 kilométer, ez nem egy nagy távolság. Egyiptomi oldalon is ott városok vannak, települések, bár ugye a Sinai-félsziget, tehát az nem egy a nagyon sűrűn lakott vidék, de azért vannak is. De senkinek nem érdeke, hogy ott valami óriási fertőzési terület alakuljon ki. Tehát ilyen szempontból, vagy az, hogy éhínség alakuljon ki, ilyen szempontból a nemzetközi szervezeteknek a jelenléte szerintem fontos, de az is fontos nyilván, hogy a profiltisztítás bekövetkezzen, tehát hogy a terrorizmustól egy kicsit. Én szerintem 100%-ig nem lehet, mert ott van, annyira össze van nőve ott minden mindennel, hogy nagyon nehéz, de legalább egy jó részt megtisztítsák ettől, és ne használják az irodáikat, és ne használják terrorcselekmények előkészítésére a kórházakat, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát akkor most már Egyiptom akár ilyen közegészségügyi indokokra hivatkozva is mondhatja azt, hogy nem tud palesztin menekülteket, vagy nem akar palesztin menekülteket fogadni. És ezzel kapcsolatban Egyiptom szerepével kapcsolatban kérdezném még, mert a Euronews-on megjelent egy olyan hír, hogy az Izrael-el kötött békeegyezmény felmondását helyezte kilátásba Egyiptom abban az esetben, ha izraeli fegyveres erők szárazföldi hadműveleteket kezdenek Rafahban. Ugye ez a Camp David-i megállapodás vagy békeszerződés. Lát erre esélyt, hogy idáig fajuljanak a dolgok? Én nem hiszem, ezt szerintem egy fényű szokásos, a közel-keleten megszokott ilyen fenyegetőzés, tehát hogy ez a szavaknak más a súlya, mint Európában, tehát a közel-keleten szeretnek így szóvirágokban beszélni, nem biztos, hogy az felépül. Itt arról van szó szerintem, hogy ugye ez fölmerült tulajdonképpen izraeli kormánytagok egy része is ezt táplálta, hogy a palesztin lakosság egy része az önként vagy nem önként települjön át, vagy menjen el Gázából. Ezt elég nagy ellenállás fogadta az arab világban, Egyiptom ezt nem akarja, hogy a saját belső közvéleménye se nagyon Izrael barát, és egyébként vannak az iszlám testvériséget betiltotta, aminek az ilyen leányvállalata, egy leányvállalata volt a Hamas, tehát ők is ilyen belpolitikai okokból is ezt ellenzik, tehát nem, gyakorlatilag nem fogják megengedni azt,
hogy ott gázai menekültek tömegei jöjjenek át a határokon, többféle okból, de én azt nem hiszem, tehát Egyiptomnak rendkívül sok és hosszú távú érdekei fűződnek az Izrael való jó viszonyúzás. Csak visszanyúlva a történelme, a Szadat ellen több, ugye a végén nem sikerült, de hát a Mossad volt az, ami megakadályozta, hogy merényleteket kövessenek el a Szadat ellen többször is, és a többi is, a többi. Tehát egy nagyon komoly információs együttműködés van Izrael és Egyiptom között. Az Egyesült Államok is gyakorlatilag támogatja Egyiptomot, nem érdeke a Sisi tábornoknak, hogy ott bármiféle probléma legyen, de hát az arab érdeket, meg az arab egységet, azt valahogy ki kell fejeznie, azt, hogy ő nem, hogy is mondjam, ő nem egy ilyen alávetettje ennek az egész kapcsolatrendszernek, hanem autonóm tényezője. Tehát szerintem erről van szó, nem eddig Egyiptom elég jól együttműködött Izraellel és az Egyesült Államokkal ebben az ügyben. Lehet evakuálni a rafahi civileket, lakosokat? Itt a hadműveletek elkezdése előtt állítólag hangzott el ilyesmi, hogy fel kell készülni az izrael hadseregnek a lakosság evakuálására, de hova lehet ennyi embert átvinni, és biztonságosan átvinni, és honnan tudja az izraeli hadsereg, hogy kit kell átvinni, vagy evakuálni? Hát ez jó kérdés, bár szerintem itt azért nem minden a sajtóba zajlik, tehát a hadseregnek lehetnek olyan információi, amit nem oszt meg a médiával. Nyilván keresnek ilyen, valószínűleg ilyen új teltet, nem a régi városokat, hanem itt tudom, ilyen tengerparton hozzának létre ilyen sátortáborokat, vagy valamiféle ilyen településeket. Tehát nyilván azokban a városokat, amik bombáztak, vagy amelyeket evakuáltak, oda nem engedné vissza, hiszen akkor a kontroll szűnne meg. Nyilván az is ennek a veszélyé közé tartozik, hogy a Hamasz próbálna elvegyülni a tömeggel. De hát ugyanakkor meg a kazamata rendszer, meg az alagút rendszer az ott van kiásva. Tehát, hogy valószínűleg jobban tudnának mozogni ebben, mint hogyha nem mennének be. Ezt nem tudom, ez egy ilyen katonai logisztikai probléma, szerintem megoldható az egész, és mondom, hogy azért is, mert ez meg az Egyesült Államok nagyon komoly ilyen politikai nyomást gyakorol ezzel kapcsolatban Izraelre, hogy ez úgy történjen, a civileket megvigye. Én ezt mondom, hogy ezt hogy bekövetkezett egyébként az északi városok esetében, úgy Rafah esetében is, hogy egy ilyen evakuációra sor kerül, bár mondom, hogy egy nagyon nehéz terep az egésznek, és valószínűleg mondom, hogy nem már meglévő településeket vannak felhasználni, és inkább újakat hoznak létre, átmeneti településeket. Meglátjuk, nagyon szépen köszönöm Novák Attilának, hogy a rendelkezésünkre állt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a meghívást.